A horvátok, azeriek, szlovákok mellett az a Velsz lesz a magyar válogatott labdarúgó elvéseletezős csoport ellenfele, amelyik ellen negatív a mérlegünk, és amelyik elődöntős volt a 2016-os Európa Bajnokságon Bél vezérletével. A csapat karakterét mérjük most fel a 2008 és 12 között a Cardiff City-ben játszó Gyepes Gáborral. Szia, jó reget. Jó reggelt! Négy évet játszottál ugye a Cardiffban. Milyen benyomásaid, meg, meg igazából jó emlékeid vannak az ott töltött időről, vagy akár rosszak? Ami jó, hogy ugye a hosszú sérülésem után és a, a championship ugye ott értem vissza, és ugye egy nagyon és futball szerető nemzetről beszélünk, és ez a, ugye a városban is ugye egy, egy érződött. Um, én nagyon élveztem is azt a négy évet, hiszen hiszen ugye újra is futballozhattam, pedig ugye már leírtak előtte, ugye a sérülésem miatt. Üm, ugye a szurkolók ugye hihetetlenek, ők tényleg szurkolók, és nem, ugye nem nézők, Üm, nagyon szeretik a focit, amellett, hogy ugye a rögbi az első számú sportág Veszben, és, és ugye maga, maga a, vá, ugye a város, ugye az ország egy nagyon, nagyon barátságos és befogadó egy nemzet, úgyhogy én, én nagyon szép emlékekkel tértem haza. A Velszi labdarúgóknak egyértelműen a Premier Liga célja? Tehát olyan, hogy helyi bajnokság, igazán nincsen jelentősége? Hát a helyi bajnokságnak is nincs jelentősége, hiszen az ugye lehet azt mondani, hogy amatőrbajnokság, ugye itt a Cardiff meg a, ugye a Swansea a két csapat, amelyik ugye már jóval ugye évekkel ugye korábban ugye már csatlakoztak ugye az angol ugye ligához, és, és, ugye ennek híven ugye szerepelnek is végül is ugye az első másodosztályban ugye, ugye, váltogatják egymás, hogy lifteznek. Maga ugye a játékosokat nézve, ez ezt le kell szögezni, hogy a Velsz is picit ugye hasonló Magyarországhoz, hogy nagyon sok olyan játékosuk van, aki, akinek úgymond így felmenői ágon van ugye Velszi, vonal a, a családjában, ugye Magyarországon is, ugye, ugye, e, e, is hasonló a helyzet, hogy, hogy igazából ebből tudnak meríteni ugye a, 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 a csapatok, hogy, hogy körben néznek, hogy ki az a játékos, akinek van esetleg e, e, ugye Velszi felmenője, és, e, és nagyon sok a játékos van, aki, aki talán nem is járt Velszben, de mégis e, e, tud játszani a válogatottban és, és ennek köszönhető az, hogy, 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 tudnak azért, azért viszonylag így nagyobb, nagyobb bázisból meríteni. Világos, a Premier meg a Championship-ből bőségesen meríthetnek, hogyha keresgélik az ilyen Igen, gyökereket. de azért, azért, hogyha megnézzük ugye a, a, keretet, azért, azért még a harmadosztályban is van a játékosuk, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag a, a Premier Ligre koncentrálnának, hanem minden olyan bevethető játékosra, aki, aki a profi osztályokban játszik. Van egyébként közöttük még személyes ismerősöd? Van, ugye, ugye a kapus, ugye a Wayne Hennessy volt csapattársam, még amikor ő nagyon fiatal volt Wolverhamptonból, illetve a, ugye az Aaron ramsey is játszottam együtt Cardiffban. Hát ugye fiatal volt, hiszen ugye kölcsön játékosként szerepelt nálunk. Illetve hát ugye több olyan játékosnak ellen ugye többször játszottam, úgyhogy így biztos, hogy, hogy lenne miről beszélgetni. Nem, hogy a klub szinten, hanem a válogatott ellen is játszottál vannak idején. Igen, pont a, a, ugye a Millennium Stadionban volt egy barátságos mérkőzés, amit ugye kettő Nóra. Ugye ami egy érdekes dolog, hogy ugye de európai szemmel, hogy, hogy tényleg ugye nem az első számú sportág, ugye ez a, a labdarúgás, és ugye, amikor ott játszottam barátságos meccset, akkor ugye egy 60 ezer stadionban alig tízezren ugye jöttek ki, viszont ha ez fordított esetben lett volna egy, egy, barátságos rögbi mérkőzés lett volna, akkor kb. három napra megállt volna az élet, és, és de mindenki ugye rögbiláz véget volna, Azóta, hogy át is tették a, ugye a mérkőzéseket ugye a cardiff a stadionjába, ugye egy új stadionba, az is azért ritkábban telik meg. Az LB óta azért talán nagyobb a, a futballáz Velszben, de, de azért még mindig nem kimondottan, hogy nem is tudom, úgy, valahogy ugye a velsziek úgy, úgy szeretik a focit, meg a válogatottat is, de is nekik ez nem ilyen élethalál kérdés, és talán ez is az, ami úgy úgy érződik talán ugye, ugye a, futballon és a válogatott futballon, hogy, hogy nem játszanak abszolút nyomás alatt. De kik és mi a Velszi válogatott erőssége Gerard Bél mellett? Hát talán ugye ezek a, ugye a, rutinosabb játékosok, ugye, ugye a kapuban ugye a Hennessy, akkor ugye Williams ugye, ugye, az egyik legidősebb ugye játékosok, és még mindig ugye ott van a válogatottban, ugye Remzi, talán ők azok, akik, akik meghatározzák a, a, az egész csapatnak a, ugye a létét, és hogyha ők úgymond jobban tudnak teljesíteni, akkor ugye ők tudják magukkal húzni a többieket. Megnéztem, ugye ők is próbálkoznak egyre több, a fiatal játékoshoz nyúlnak, van olyan játékosuk, akik, aki nem is játszott semmilyen vonalbeli mérkőzést és, és, és válogatott tud lenni. Szóval folyamatosan keresik azokat a játékosokat, akik, akikkel erősebb tud lenni a, a válogatott. Náluk is egyébként ez, a, ez az EB ez ugye olyan lázban égett így csapatszinten, mint, mint Magyarországon, hogy elkaptak egy, egy, egy jó hátszelet, és azon ugye végig az a annak a segítség, ugye, végigmenni. Hát igen, menni. Ugye, menni, de, de valahogy nem, nem érzem rajtuk azt, hogy hogy ők akár például komoly esélyei lennének, ugye, itt a csoportba, akár ugye a második helyére ott. Szerintem egy nagyon nagy harc lesz. Ezt akarom hogy szerinted jelenleg Velsz vagy Szlovákia az erősebb csapat? Szerintem ez ilyen adott napra, ugye, a, a, a forma, hogy hogy jön ki. Én a, én a szlovákokat se tartom, úgymond olyan, olyan nem azt mondom, hogy nem erős, mindig csapat hogy erős ellenfét, meg Azerbajdzsán is ugye erős tud lenni, de hogy egyik csapat sem játszik olyan jellegű futballt, ami például szerintem nekünk ne, ne feküdne. Na ezt akartam, ez lesz a következőként, Te azt mondod, hogy a, hogy a Velsiek focia az nem kellemetlen stílus számunkra. Nem, ők, ők szerintem még mindig kicsit ugye ezt a brit stílust próbálják ugye játszani. Ugye ez minden játékosban ugye megvan, hiszen, hiszen, ebben nőttek fel. Azért ahogy ugye említettem, ugye a fiatalok révén ugye már ugye tanultak ugye azok a fiatalok olyan jellegű futballt, ami már nem csak ez a rúgdelőre fuss utána, típusú játék, viszont ez bármikor jól jöhet. Szóval ez bármikor előveszik, ha esetleg fáradnak, ha esetleg nem úgy alakul a mérkőzés, akkor ez bátran hozzányúlnak. Ez az, ami talán úgy, úgy kellemetlen lehet, mert ugye fizikálisan ugye az angol csapatok mindig, ugye a brit hát csapatok, igen, ezt csak jön a szélvész gyors és akkor igen, meg kell fékezni. A brit csapatok ugye jönnek, de igen, de viszont a bélnek meg azért kellenek azért a, a társak ahhoz, hogy ő tudjon érvényesülni. Azért nem az a típusú játékos, sőt, Szerintem egy-két játékostól eltekintve nincs olyan futbolista a mai nemzetközi mezőnyben, aki egyedül meg tudna nyerni meccset. Egy villanással meg lehet, de az, hogy, hogy ő akár egy gyengébb válogatottból most egyedül azt mondja, jó gyerekek, csak adjátok ide a labdat, és majd én berugom, ez már nincsen. És, és, és ez az, ami akár nekünk így jó jött, hogy, hogy azért itt több kell annál, mint hogy a Geredbél a pályán van, itt azért csapatmunka kell ahhoz, hogy a, hogy a is a érvényes jön. Ez azért megvan, hiszen, hiszen azért hogy a britek összetartóak, de, de, de nem, nem, játszanak olyan jellegű kombinatív futballt, ami, ami szerintem nekünk olyan jellegű problémát tudna okozni. Mindezek alapján te mit gondolsz az esélyekről, és hogy látod, hogyan érdemes ez hozzáállni? Van ez a hagyományos optimizmus, minden sorsolás után nekünk kötelező a továbbjutás, de például Lőv Zsolt meg azt mondja, hogy, hogy felesleges teher szerint ezt előírni, hanem tényleg szép csendben dolgozni kell, aztán hátha. Hova teszed a magyar válogatottat ebben a csoportban? A magyar válogatottal ugye utóbbi időben ugye is az probléma volt, hogy ugye, ugye a kapkodás itt a szövetségi kapitán kinevezésével kapcsolatban. Azért az nagyon fontos, hogy egy, 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 plán, hogy ez mindig elhangzik, hogy ugye, ugye kevés időt tud együtt tölteni a válogatott, nagyon fontos az, hogy, hogy meglegyen egy, egy fix keret. Ezt már az EB előtt is lehetett látni, hogy, hogy ha kijutunk, ha nem, de utána lesznek problémáink, hiszen, hiszen ott voltak a, ugye rutinos játékosok, akik ugye, ugye visszavonultak a válogatottal. az akkor lehetett látni, hogy, hogy itt generációváltás lesz, és erre valahogy fel kell készülni. Erre mi nem felkészültünk, hanem, hanem mi örültünk, hogy kijutottunk az LB-re, e és nem foglalkoztunk azzal, hogy mi lesz ugye utána. Most ennek valahogy kicsit megint isszuk a levét, mert megint ott tartunk, hogy, hogy keressük azokat a játékosokat, akik majd az elkövetkezendő években egy csapatot tudnak alkotni. Na most ugye a mérkőzések jönnek folyamatosan. Volt ugye a Nemzetek Ligája, is egy, talán egy ilyen erőfelmérés volt, hogy, hogy kik azok a játékosok, akik majd a selejtezőkön játszhatnak, de hogy hogy megint az embernek kicsit az az érzése, hogy hogy a kapkodás miatt uh, uh, ugye megy az idő, és, és, és nem tudjuk azt, hogy, hogy kik azok a játékosok, akik majd alkotni fogják ugye, a selejtezőre a, a, a csapatot. És emiatt van szerintem ugye, a legnagyobb problémánk. Ezen kívül viszont um, tényes hogy nem szabad fölösleges nyomást helyezni a csapatra, mert, mert mondhatunk bármit, akkor is majd a pályán el fog dőlni, hogy hogy, hogy érdemes volt optimistának lenni, vagy nem, de tényes való, hogy azért a csoport azért nehéz, már nincsen könnyű csoport, azért itt az eredmények alapján azért Liechtenstein, Luxemburg is jó eredményeket tud elérni, már régen nincsen az, hogy, hogy, hogy ez a fix egyes meccs, ez oda, megy, oda is megyünk, rúgunk igen. hármat és hazajövünk, ha. amit minden csapat ellen ugye meg kell ugye küzdeni a pontokért. Azerbajdzsán ellen is ez lesz, a, a szlovákok ellen is én úgy érzem, hogy ilyen kiki meccset fogunk játszani ott is, itt is. A Velszán, egyedül ugye Horvátország, aki azért kiemelkedik a csoportból, és, és azért futballban sem szabad ilyet mondani, hogy adjuk nekik oda az első helyet, de azért, azért, de azért nagy, számok, tör, igen, nagy számok törvény alapján azért a horvátok kiemelkednek. A másik, ugye én azért azt mondom, hogy az Azerbajdzsánt azért remélem, hogy, 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 hogy fogjuk tudni abszolván, és, 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 és nem is két győzelemmel, de azért mindenféleképpen ugye négy ponttal azért, azért rajtuk, és itt a szlovák vez magyar hármasból kerülhet ki, ugye az egymás ellen eredmények meg, hiszen azok meg, hogy a horvátok ellen ki hogyan fog szerepelni, az nagyon-nagyon sokat fog számítani. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.